A gyermeket világra hozó anya teje különleges összetételű, alkalmazkodik a gyermek szervezetének speciális igényeihez, védi a külvilág ártalmaitól. Ezzel az édesanyák tisztában vannak. Azt azonban sokan nem tudják, meddig szükséges anyatejjel táplálni babájukat. Fél éves korig kizárólagos szoptatást igyekszünk megvalósítani, erre biztatjuk az édesanyákat is, próbáljuk őket meggyőzni, segíteni, támogatni abban, hogy ez a legegyszerűbb forma a babák számára, és azt gondolom, hogy ezt a legtöbb édesanyja természetesen el is fogadja, és ő is törekszik arra, hogy minél tovább szoptassa a babáját. A babák fogápolásával kapcsolatban is számos tévhit létezik, mondja dr. Kristóf Edit gyermekfogász. Ráadásul sokan nem tudják, hogy már akkor figyelmet kell fordítani a szájhigiéniára, mikor még ki sem bújtak az első fogak. Fontos lehet, hogy nem azzal a kanállal kóstolja meg az ételt, amivel utána eteti tovább a babát, hogy a cumit nem nyaljuk le, hogy a kisbaba kezét nem puszilgassuk, hiszen azt fogja a szájába venni. És ami nagyon fontos, hogy a szülőnek vagy a nagyobb testvérnek a baktérium flórája eltér a kisbabájétól. Olyanokat tartalmaz, ami a kisbaba szájában születéskor még nincs, és ami a fogszovasodásért felelős. Annak érdekében, hogy tanácsokkal lássák el a kisgyermekes családokat, Székesfehérvár önkormányzata immár második alkalommal szervez a világnaphoz kapcsolódó programokat. A gyerekvárást azért mindig nagy izgalom előzi meg, nagyon sok tévhit alakul ki, nagyon sok félelem, és ezeket szeretnénk eloszlatni. Ez végül is egy természetes folyamat, ne féljünk annyira tőle, és ebben remélem, hogy azok a szakemberek, akik jönnek, ők támaszt fognak nyújtani a kismamáknak. A programok augusztus 1-én 9 órakor kezdődnek a Szabad Művelődés házában. Egész nap szoptatási tanácsadás, ételbemutató és kóstoló várja a családokat, de hallhatnak a légzésfigyelő készülék fontosságáról is.